A Tiszasüi körzeti megbízott Kőtelek belterületén a járdán egy madarat pillantott meg, ami láthatóan segítségre szorult. A Tiszasülyi rendőrös körzeti megbízottja a kora délutáni órákban szolgálat teljesítése során Kőtelek egyik utcájában a jártán meglátott egy egerészőjvet. A tegnapi napon kötelek területén járőztem, járőszolgálat közben kanyarodtam arról, mikor itt a járdán egy. Ö, Őre lettem figyelmes, amely itt ült, látható volt, hogy nem tudott elrepülni. Az egyik szárnya el volt neki mozdulva, nem tudott elmenni. Értesítve lett a természetvédelmi őr, aki idejött és a madárkórházba szállította. Az utcában lakók is észrevették a madarat. Valószínű, hogy valaminek neki repült. Valaminek neki szállhatott, én szerintem. Vagy vezetéknek, vagy véletlenül nem jó, vette hogy hívják ott a fát. De valahon, mert az egyik, hogy a bal, a bal, szárnya az volt, amelyik nem úgy járt, mint a másik. A madár a rendőr közeledésekor nem tudott elrepülni, mivel a szárnya megsérült a sebesült állatot a helyszíre érkező Közép-Tisza Jászság természetvédelmi tájegység munkatársa szakszerűen befogta és a Jászberényi Sas központba szállította. Tegnapi nap folyamán ugye sérült egerész került be hozzánk, jó állapotban volt a kondíció, jó, valaminek neki ütközhetett, és ezért én kis izom húzódás meg levert a viaszárját egy kicsit a homlokánál, tehát rögtön még nem sikerült visszengedni a szabadba, ki kell, hogy pihenje, a szárnya is egy kicsit helyre jöjjön, és aztán remélhetőleg visszamegy. Ugye belterületről van szó, ahonnan beérkezett, akár egy nagy ablakfelületnek, vagy drótnak neki repülhetett, ez rendszeres tud lenni, hogyha bekeverednek a belterületre a madarak. Általában a karvajoknál szokott ez előfordulni, amikor az énekes madarakra vadásznak, de itt ugye egy egerészőjövet látunk. És az egerészöly esetében ez ritkább, inkább az erütések, áramítések az, ami miatt ők beszoktak ide hozzánk kerülni. Itt most neki szerencséje volt, mert ebből szinte biztosan föl fog épülni. Az egerészöly nyílt vidékeken, mezőkön, legelőkön, vizenyős területeken vadászik és a közeli erdőkben fészkel. Olyan helyeken is vadászik, ahol az ember gondoskodik arról, hogy a növényzet ne nőjön magasra. Táplálékát majdnem mindig ezeken a területeken keresi, így elterjedése is ezekhez a nyílt vidékekhez kötődik.